Hát, hogy Egy mit kellene internetes nekünk alkalmazás képezni? segítségével próbál a Vörös Sándor Színház társulata. Jó, Ez lehetővé teszi, hogy a darabban szereplő színészek együtt, közös online felületen dolgozzanak, készüljenek. Az Ádám Almái című vígjáték próba folyamata a napokban kezdődött. A művészek a világhálón keresztül állítják színpadra a dán szerző Anders Thomas Jensen darabját. Nem egyedülálló, hogy egy társulat így dolgozik. A világ több pontján régóta használják ezeket a módszereket. Az Európai Színházi Konvenció létrehozott egy ilyen online találkozott igazából a tagjai számára, ahol egy fehér orosz színház tapasztalatait osztották meg elsősorban velünk, akik amúgy már hosszú évek óta így dolgoznak ezzel a metódussal. A művészeti vezetőjük és a legfőbb rendezőjük Londonban él politikai menekültként, a társulat viszont Fehér Oroszországban tevékenykedik, és gyakorlatilag ők hosszú évek óta úgy dolgoznak, hogy Skype-on keresztül, Zoom-on keresztül, telefonhívásokkal, mindenféle online platformot kipróbáltak arra, hogy létre tudjanak hozni színházi produkciókat. A szombathelyi színház munkatársai is arra a következtetésre jutottak, hogy a rendkívüli körülmények rendkívüli módszereket követelnek. Ezért elkezdték az online próbákat. Így fel lehet gyorsítani a folyamatot annak érdekében, hogyha a járvány okozta rendkívüli helyzet megváltozik, minél előbb lehessen előadást tartani. A darab az ígéretek szerint nagyon szórakoztató. A történet a bűn és bűnhődés nehéz kérdéseit veti fel. Van egy börtönviselt ember, aki ahhoz, hogy szabadlábra kerüljön, el kell mennie egy helyre, ahol el kell töltenie 3 hónapot, ahol egy pap társaságában és az ott élőkkel tölti a 3 hónapját, és hogyha a maga viselete rendben van, akkor utána pedig szabad lábra kerülhet, tehát akkor már nem kell visszamenni a börtönbe. Az Ádám Almái előadásnak csak a próbáit indították el online, de ha rendeződik a helyzet, akkor ezt az előadást színpadon mutatják be. A produkciós menedzser úgy véli, ha szerencséjük van, a szabadtéri színpadon színházak talán a nyár derekától tarthatnak előadásokat, de a könyvszínházaknál a valószerűbb inkább az őszi munkakezdés lehet.